Sziasztok! Többen kérdeztétek, hogy hol találjátok meg a videókat, amelyeket le kellett, hogy szedjek, úgyhogy szeretnék a figyelmetekbe ajánlani néhány weboldalt, ahol követni tudjátok az eseményeket, hogyha tudtok angolul. Ez az egyik, ez a londonreel.tv. Több milliós megtekintése van az oldalnak. Itt, hogyha showsban bementek az All Episodeshoz, akkor itt megtaláltak több interjút orvosokkal, illetve kutatókkal. David Icke-ös interjú is itt van. Tegnap előtt volt egy interjú dr. Rashid Buttarral, ebben beszél arról, hogy szerinte kik a felelősek ezért az egészért, tehát megnevezi őket. Ma lesz egy videó dr. Andrew Kaufmannal, akinek az anyagát én is átfordítottam, az egyik anyagát. Itt egy másik orvos beszél ennek az egésznek a negatív hatásairól. Itt is van még egy orvos ebben a videóban. Van nekik egy YouTube csatornájuk. Egyébként mindegyik oldalnak a linkjét beleteszem ebben a videónak a leírásába, úgyhogy onnan meg tudod nyitni. Tehát van egy YouTube csatornájuk is. Itt is, hogyha rákeresel arra, hogy London Real, akkor megtalálod őket. Ide később kerülnek fel a videók. Az weboldalokon viszont ugye azt hiszem, hogy élőben is lehet követni. Úgyhogy itt is találtak további videókat, illetve szeretném még a figyelmetekbe ajánlani a davidike.com-ot. Hogyha megnyitjátok az oldalt, itt középen van egy link, ahol át tudtok menni több videóra. Itt van ez a videó, amit én is átfordítottam. Ez egy olyan videó, ahol ugyancsak egy orvos beszél arról, hogy ez az egész nem felel meg a Koch posztulátumoknak. Ezek olyan feltételek, amelyeket az orvostudomány szabott már 150 éve feltételként, olyas valaminek, amit vírusnak nevezünk. Ez négy feltétel, egyiknek sem felel meg ez az egész. Ez a New Yorki orvos, akinek ugye az anyagát ugyancsak átfordítottam. Itt vannak további ilyen videók. Ez egy német újságíró, aki elment abba a kórházba, ahol március végén azt mondták a tévében, hogy 1000 beteget ápolnak, és gyakorlatilag senki nem volt a kórházban. Ott volt egy napot kórház környékén, filmezett amennyit tudott, és tudja, hogyha 1000 beteg van, akkor jövésmenés kellene legyen, de igazából semmi nem volt. Itt további videókat találtak, ez is egy amerikai orvos, ez is egy kórházi alkalmazott, úgyhogy itt is találtak anyagokat erről az egészről. Sziasztok!